Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Buda környéki televízió híradóját látják. Kérem, először tekintsék meg főbb híreinket röviden. Épül az új óvoda Budajenőn. Stabil költségvetésből gazdálkodhat idén Budaörs. 80 milliós beruházás kezdődik Zsámbék központjában. Perbán nyerte a legtöbb pénzt a piacpályázaton. Beruházás dömping indult Török Bálinton. 63 millió forintot nyert a piacpályázaton Pilis Csaba. Népszerű az ágdarálás Nagykovácsiban. Budakeszin megújulhat a helyi piac. Pátty döntött a bocskai ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről. Szabályozták a nehézgépjárművek behajtását Tinnyére. A tervezetnél kicsit lassabban, de azért jó ütemben halad Budajenő legnagyobb beruházása, az óvodaépítés. Erről számol be a következő percekben a település első embere, Budai István. Beruházásunk a 6 csoportos óvoda, 662 millió, de szerintem ez a, ha nem is az első, de legalább a második legnagyobb óvodai beruházás Pest megyébe. Erre nagyon odafigyelünk, jelenleg körülbelül a 25%-ánál tart a projekt. Most már kezdünk a földből kibújni, kezdődnek látszani a falak, tehát, és ezeket a folyamatokat a lakosság maga is figyelemmel kíséri, a találkozók emberekkel valamilyen formában ezzel kapcsolatban megjegyzést tesznek. Én úgy gondolom, hogy ez a két beruházás, ha 19-ben megvalósul, meg ugye átadjuk a magtát, ez Budajenő vonatkozásában komoly eredményt jelent a jövőre való tekintettel. Közel 20 milliárd forintból gazdálkodhat idén Budaörs, amelyből 13 milliárd 700 millió forintot fordítanak a meglévő intézmények működtetésére, és csaknem 6 milliárd forintból különféle fejlesztéseket, beruházásokat hajtanak végre. Tájékoztatott Vittinkov Tamás. A polgármester stabilnak nevezte a város idei költségvetését, és részletesen beszélt a helyi oktatás támogatásáról. Stabil a költségvetésünk olyannyira, hogy mintegy 6 milliárd forintnyi fejlesztést, bővítést, felújítást tudunk végrehajtani, aminek több forrása van természetesen, mert ugye a 13,7 milliárd forintos vagy 13,5 milliárd nagyságrendű működési bevétel önmagában nem fedezné ezt, de a 19,5 milliárd lesz, ez több forrást tudunk mozgósítani a korábbi évek gazdálkodása, amikor fejlesztésekre tettünk félre forrásokat, pontosan azért, hogy az olyan beruházások, mint például az idősek otthona vagy a buszpályaudvar elindulhasson, de sok más célt is meg lehet említeni, útépítéseket, csatornaépítéseket, a templom felújításához támogatást, civil szervezetek támogatását, és hát van egy kiemelt kategória, én azt hiszem, hogy erről a legfontosabb talán beszélni. Mindenről fontos a költségvetés kapcsán, hiszen az adja a keretét az adott évi működésnek. Ugye az oktatási intézményeket, mint ahogy az egészségügyi problémákat is, meg a személyszállítás problémáit is az ostoba intézkedések generálják, de az oktatási intézményeket az állam államosította. Ennek ellenére nekünk feladatunk az, hogy próbáljunk olyan megoldásokat találni, amivel az érintettek, azaz a szülők és a diákok, sőt, még a pedagógusok is a lehető legkevesebbet érzékelik abból, hogy a tankerületi központ milyen módon látja, vagy inkább nem látja el a feladatát. Azért volt egy nagyon szomorú tapasztalat, mi az állammal ellentétben minden költségvetésnél az érintettekkel, intézményvezetőkkel, szakszervezetekkel egyeztetünk. És ezen az egyeztetésen egyfelől ugye mi bejelentettük azt, hogy idei évben mire számíthatnak az önkormányzattól, ami azt jelenti, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően természetesen a pedagógusoknak az illetmény kiegészítését, ami egyébként az állam feladata volna, de mi egy ösztöndíjrendszeren keresztül 100 milliós nagyságrendben valamennyi pedagógust érintően biztosítani fogjuk. És ugyanígy biztosítjuk szintén 100 milliós nagyságrendben azokat a szakmai feladatokhoz a forrást, amit szintén a tankerületi központnak kellene ellátni, és ezt pedig az intézmények mellett, az iskolák melletti alapítványokon keresztül látjuk el. Rózsablak motívum kiépítésére készül a város önkormányzata Zsámbékon, a Szent István tér, Akadémia utca, piac köztalálkozásánál. Nyilatkozta Horváth László polgármester. A projekthez parkoló kialakítása is társul. A beruházás 80 millió forintból valósul meg, nagyobb részben pályázati forrásból.
A következő nagy fejlesztésünk a részben pályázati forrásból megvalósításra kerülő rózsaablak motívum kiépítése a Szent István tér Akadémia utca piac köztalálkozásánál. Ez a tér egyik legszebb pontja lesz, hogyha meg fog valósulni. Ehhez kapcsolódik még egy kiszolgáló rész, aminek köszönhetően a téren lévő parkolók száma növekszik, és kiépítünk egy elektromos autóparkolásra is alkalmas helyet, amit majd a jövőben továbbfejlesztünk. Felújítás kapcsán érdemes tudni, ugye ez korábbi tapasztalat volt, hogy a forgalomban ez fennakadást tud okozni, különösen a reggeli és késő délutáni időpontokban az Ady Endre utcában, tehát reggel nyilván a munkába indulók, délután pedig a hazafelé térők terhelik ezt a területet, és ott azért komoly fennakadások tudnak lenni, hosszabb várakozásra kell számítani. Ez a felújítás azért a tavalyi évihez képest jóval rövidebb ideig fog tartani, várhatóan körülbelül egy hónapon keresztül, és a kezdési időpontját ebben a pillanatban még nem tudnám pontosan megmondani, de körülbelül májusra tehető ez. Ennek a beruházásnak az összköltsége körülbelül 80 millió forint, amelynek a 45 milliós része pályázati forrás, 35 milliót pedig a zsámbéki polgárok adóforintjaiból tudunk ezt hozzátenni. Perbál nyerte a régiós települések közül a legtöbb pénzt az úgynevezett piacpályázaton, közel 123 millió forintot. Varga László polgármester részletesen ismertette a kimagasló összegből megvalósuló beruházás elemeit. Nagyon örülünk ennek a sikernek, ehhez azért még jelentős, közel 30 millió forint önrészt hozzá kell tenni, hogy megvalósuljon ez a jelentős beruházás, és hogy ahogy kérdez, hogy mi fog ebből megvalósulni, hát mindenek előtt eltűnik ez a nagy földkupac mögülünk, de ez még nem annak a beruházásnak az eredménye vagy része, hanem a szemben, itt Átelemben épülő egészségház alapjából, illetve földszintjéből kijövő föld mennyiség ez, amely vissza fog oda kerülni, de viszont körülbelül ennek a földkupacnak a helyén lesz maga a piac tér. Több részből áll ez a pályázat, van egy piac tér, maga az elárusító tér, amely le lesz térburkolva, zöld szigetekkel ellátva, és a szélein fut végig egy fedett nyitott pavilonsor, ahol maga az elárusítás fog folyni, és ahol most állunk, olyan lejtéssel kis lejtés van. Bír, hogy ilyen két terepszint lesz, és ahol most állunk, ezen a felsőbb szinten lesz a maga a kiszolgáló épület, ez egy közel 100 négyzetméteres épület lesz raktárakkal, raktározási lehetőséggel, piacfelügyelet, úgynevezett piacfelügyeleti, ilyen kis iroda helységgel és a szociális vizes blokkokkal, tehát a közönségnek, az elárusítóknak, illetve a magának a itt dolgozó kollégáknak. Közel 63 millió forintból épülhet meg a piac Pilis Csabán. Újságolta a sikeres pályázati eredményt Farkas András. A polgármester elmondta, a 95%-os támogatás mellé a városnak 3-4 millió forintot kell a beruházáshoz rendelnie, és akkor őszre megvalósulhat a projekt. Március 26-án érkezett a hír, hogy 63 millió forintot nyertünk piac létesítésére. Ez egy 95%-os támogatás jelent, a városnak 3-4 millió forintot kell mellé tennie, és ebből az összegből megújul a tér, díszburkolatot kap a Uradalmi Ház és a Caritas közötti területen, egy új piaci szint létesítünk, parkolókat létesítünk a pénzből itt a Csaba kertnek az északi oldalán, illetőleg ugye előkészítettük már a pályázatot olyan értelemben is, hogy az őstermelők a környékről ezen a piacon árulhassák a portékáikat, és egy valódi regionális piac jöhessen létre itt Pilis Csabán a település központban. Átadják a Családsegítő Központ új épületét. Javában folynak az új egészségügyi centrum munkálatai, kátyúzások, útkarbantartások. Sorolta a tavasz beálltával elindított beruházásokat Elek Sándor, Török Bálint polgármestere. Kátyúzások elkezdődtek. Nem sokára átadjuk, bár már benn vannak a 20 éves családsegítőnek az új épületét a köztársaság téren. Ők most már benn dolgoznak, de azért, mert gyorsan át kellett őket költöztetni, de fogunk egy ünnepélyes megnyitót tartani. Az egészségügyért felelős államtitkár fog minket meglátogatni, és ő fogja kvázi átadni ezt az épületet. És természetesen előkészületben vannak az új egészségház vagy orvosi centrumnak a munkálatai is.
nem úgy előkészítésben, hanem nagyon komolyan folynak ott a belső építészeti munkák, természetesen az orvosokkal leegyeztetve, úgyhogy ez minden igénynek megfelelő legyen. Főépítész is elmondta a véleményét, ott is változtattunk. Úgyhogy úgy látom, hogy most már az teljesen kisimul, és ha minden igaz, akkor számára ezt napon Török Bálintnak végül lesz egy egészségháza. Mit tehet egy önkormányzat a zöld település megőrzése érdekében? Tették fel a kérdést nagykovácsi képviselői. A választ az ingyenes ágaprítási programban találták meg. Hogy mi ez a környező települések számára is követendő projekt, arról a település polgármestere, Kiszelné Mohos Katalin beszélt. Sokat töprengtünk azon a lehetőségen, hogy mit tehetne nagykovácsi önkormányzata a zöld település megőrzése érdekében, és most alakítottunk ki egy olyan lehetőséget, ami a zöld nagykovácsi megőrzését segítheti, ez pedig az ingyenes ágaprítási program. Ez azt jelenti, hogy a lakosság jelezheti, hogy ki szeretné azt, hogyha a területén, a telkén, a kertgondozás során keletkezett ágakat, gajakat ledarálják, és azt nem szállítjuk el, nem szállítatjuk el, hanem ott helyben újrahasznosításra kerülhet. Ez mind a növények alá oda kerülhet, hogy megőrizzék a nedvességet, vagy tápanyaggal lássák el, vagy pedig a komposztálókba is kerülhet, hogy egy körülbelül fél éven belül humusz keletkezzen belőle. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy így elmaradna a tavaszi nagy zöld hulladékszállítás, ami ingyenesen szokott a lakosság rendelkezésére állni. Először történik az ágaprítási program, aki ebben részt kíván venni, annak lehetősége van rá, és ezt követően, mikor ez az akció lezajlott, ezt követően a még maradék zöld hulladék elszállításra kerül, tehát a lakosság meg tud szabadulni a felesleges hulladéktól, vagy pedig újra tudja hasznosítani saját kertjében. Budakeszi 100 millió forintot nyert arra, hogy jelenlegi piacát meg tudja újítani. Ennek részleteiről dr. Győri Otilia polgármester számol be. Budakeszi város önkormányzata pályázatot nyert, 100 millió forintra pályáztunk, és annyit is nyertünk, ehhez 25 millió forintot hozzátesz az önkormányzat, és ebből megújul a Dózsa-György téri piacunk. A jelenlegi parkolót megszüntetjük, és a rendőrség és a kormányablak előtt alakítunk ki 20 új parkolóhelyet, ebből egy akadálymentesített parkoló lesz, kőházakat is építünk, raktárat, üzlethelyiségeket, amellett akadálymentesített női és férfi mosdót, és a piacfelügyelő kap a piac sarkában egy új irodát. Megváltozik a mostani piacnak a struktúrája, de természetesen sokkal korszerűbb lesz, jobban szolgálja az elárusítók és a vásárlók érdekeit is. 27 új elárusítóhelyet is kialakítunk, amik védettek lesznek esőtől és naptól is. És hát természetesen újabb fákat ültetünk, parkosítunk, padok is lesznek, kerékpártároló is szerepel a pályázatban, úgyhogy bízom benne, a helyiek örülni fognak annak az új és szép megújult piacunknak. Kiváló tanulmányi eredményért és szociális rászorultság alapján lehet hozzájutni Pátyon a Bocskai ösztöndíjakhoz, adta hírül Székely László polgármester. A település vezető beszélt még a civil szervezetek számára elérhető források megpályázásának feltételeiről is. Döntött a képviselőtestület arról, hogy a különböző ösztöndíjakat és a civil szervezetek támogatásának feltételeit kiírja. A civil szervezetek, illetve egyesületeket kérem, hogy minél hamarabb számoljanak el a tavalyi év költségeivel, mert ez az egyik alapfeltétele annak, hogy az idén is beadják a pályázatukat. A Bocskai ösztöndíjat az két részletben írtuk ki, van egy szociális és van egy tanulmányi ösztöndíj, amire szintén a honlapon, illetve a kurírba tudnak tájékozódni. Ott is minél hamarabb kérjük, hogy azok, akik szeretnének ezen a pályázatokon részt venni, azok adják be. Köszönöm. A várakozásnak megfelelő konszolidált költségvetése lesz idén Tinnyének, állítja Krix Lajos polgármester, aki beszélt még a nehéz gépjárművek településre történő behajtásának a helyi szabályozásáról is. Tinnye község képviselőtestülete második 27-én fogadta el a 2019 évi költségvetésünket, ami
várakozásnak megfelelően ismét megfelelő tartalékkal rendelkezik, konszolidált, és egy új elemet próbáltunk ebben az évben a tínyei rendeletek közé beletenni, nevezetesen a nehéz gépjárművek behajtását szabályozzuk, hogy Tínye önkormányzati útjai az idő előtt ne menjenek tönkre, illetve ami károsodás érheti a behajtásokkal, a nehéz gépjárművek behajtásaival, azt egy külön alapba helyezzük, és ennek megfelelően tudjuk majd a karbantartásokat segíteni, feljavításokat végezni. Önök a Buda környéki televízió híradóját látták. Műsorainkat megtekinthetik a www.budakörnyekitv.hu weboldalon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!